Főtisztelendő tanáratyák, tartományfőnök atya, kedves piarista diáktársak, Krisztusban szeretett testvéreim! Belon Gellért püspök, akiről nem mindenki tudja, hogy kecskeméti piarista diák is volt, még a 80-as években adott ki egy nagy sikerű elmékedő könyvet, amit részletekben az új ember hasábjain írt az evangéliumról, azzal a címmel, hogy ellesett pillanatok. Gyanítom, hogy Belon Gellért a mostani evangéliumi szakasz alapján adta ezt a címet ennek az elmékedő könyvnek, hiszen az Úr Jézust egy ilyen ellesett pillanat késztette arra, hogy szóljon. Amikor figyelte, hogy ott a templom udvarában lévő nagy persejékbe hogyan teszik bele az emberek az adományokat, és ki milyen összeggel járul hozzá. Ez az egyszerített örök tanulsággal jár, és tovább gondolásra igen alkalmas. Ha az ember az Isten képe, akkor az a tulajdonságunk, hogy bennünk van adakozó készség, az Istenre megy vissza. Ugyanis ezt a önzetlen adakozást csak az ember tudja megvalósítani. Látjuk azt, hogy az állatvilág ösztönösen neveli a gyermekeit, de csak addig még föl nem nőnek. Előtte kész volt odaadni az életét, meg az élelmet, amit megszerzett, de utána már a felnőttek összevesznek rajta. Az ember nem csak a vérségi leszármazottainak tud adni, hanem mindenki másnak. Ez a képesség az Istentől ültetődött belénk, ha egyszer az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ezért a teljes evangéliumi tanítás, mondhatni a teljes keresztény katolikus teológia fényében már látjuk azt, hogy a Szent Háromság életmódja egy szüntelen önátadás. Az isteni személyek átadják egymásnak önmagukat. Az Atya a Fiúnak, a Fiú az visszaadja az Atyának, és kettejüknek a szeretete a Szentlélekre irányul, mindez öröktől és egyetlen istenitedben. És a megtestesülés, Jézus emberré válása ennek a tükröződése, mert az Atya a legdrágábbat, a Fiát adta nekünk. Gyönyörű szép mondata János evangéliumának, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta. Hogy mindaz, aki benne hiszel, ne vesse, hanem örökké éljen. És itt egy olyan görög ige alak van, ami nem csak egy régi megtörtént eseményre utal, hanem egy folyamatos múltra, hogy örökké adja a világnak. És maga az Úr Jézus is megéli ezt az adakozó életformát, és amikor a kereszten meghal, akkor így olvashatjuk az evangéliumokban, hogy kiadta a lelkét, de valójában ennek az igazi mélysége, hogy átadta a lelket. Nem csak emberi, biológiai lelkének a kileheléséről volt szó, hanem a megváltás művének a befejeződésével átadta a lelket, a szent lelket, hogy onnantól kezdve az egész jézusi művet
kísérje az ő adományaival, ami végül is mindig személyes, mert az Isten nem valamit ad végül is, hanem önmagát. És ezért ezt a tulajdonságot belénk ültette emberekbe, hogy mi is tudjunk adakozni. Azaz egyszeri tette az özvegyasszonynak, vagy ki tudja, hogy máskor mennyit tett a persejbe, az több erénynek a foglalata is volt. Mert abban a szegény özvegyasszonyban nagyon nagy volt a hit. Bár nem sokra ment avval a két krajcárral, vagy két leptonnal, de mégis azt is odaadta, nem tudta, hogy mit hoz a holnap, de hitt Istenben, hogy holnap is lesz valami betévő falatja. És ugyanakkor ezt alázatosan tette, nem hivalkodóan, hogy én az utolsó filléremet is odaadom az Istennek, hanem csendesen. Ez a tette Jézust megragadta, és megragad bennünket is, és azt is látjuk, hogy bár a gazdagok sokat adtak, mégis ezt emeli ki Jézus, mert ő az arányt nézi. Amikor a talentumokról szóló példázatot tanítja Jézus, hát ezt mindannyian ismerjük, hogy van akinek 5 adatot, valakinek 2, akkor azt nézte, hogy mennyit hozott vissza, hogy mi az arány. Hát itt is, akinek 2 fillérje volt és mind odaadta, az többet adott, mint aki a sokból adott valamit. Ez az arány, ez nagyon fontos az ember számára, hogy ez benne legyen. Helyes tanár úrra visszaemlékezem, az mondott ilyet az órán, hogy tőle többet várok. Valamelyik jóeszű gyerek osztálytársamnak mondta, hogy tőled ez kevés. Tőled többet várok. Mert tudta, hogy képessége volna arra, hogy még nagyobb teljesítményt vigyen végbe. Ez fontos, hogy bennünk legyen, amikor emberi kapcsolatainkra gondolunk. És hogy még egy tanárunkat idézzem, Takács tanár urat, ő mondta egy alkalommal, jól megjegyeztem, mert nem személyesen Móricz Zsigmondtól olvastam ezt a mondatot, ő Móriczot idézte, hogy véleménye szerint egyik legszebb mondata Móricz Zsigmondnak, hogy az élet adatot, hogy teremts, az időnek napjai, hogy gyűjts, és a lélek, hogy adakozz. Igen, hát ez volna az ember jobbikényének a kifejeződése. De nem csak anyagi javakat adhatunk mi, mert ha egyszer azt mondjuk, hogy az egyik legdrágább kincse az embernek az idő, ha másikra időt fordítok, akkor már is sokat adok, vagy bizonyos életállapotok megkívánják, hogy magunkat adjuk, a papság, a szerzetesség, de a házastársnak is önmagát kell adnia. Csak nekünk mi a problémánk embereknek, hogy vannak ilyen nagy patetikus pillanataink és gondolataink, hogy na én akkor odadom az életemet, aztán lassan visszaveszegeti az ember az ígéretét, és már nem tudja, és nem akarja úgy teljesíteni, ahogy szerette volna. Középkornak volt egy vallási irányzata, középkor, reneszánszkor idején a devotio moderna, a megújulás, a felajánlás, Kempis Tamás idejéről való volt ez a mozgalom, hogy hát adjuk oda Istennek magunkat, adjuk oda az életünket. Igen,
ez volna a keresztény embernek a hivatása, hogy amit kapott, azt visszaadja az Istennek. És ez annak a két fillérnek külső megnyilatkozása, amit az özvegy két fillérével külsőleg tett, azt ő belsőleg megélte. Adakozó lelkületűnek lenni. Ez már is ebben az életben is valamiképpen kifizetődik, mert Istent nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni. Ezt saját tapasztalatomból tudom, hogy valahol mindig visszatér az, amit az ember adott. És kíséri már a földi életet is az adakozásnak a boldogsága. Az apostolok cselekedetében jegyezték föl, nem az evangéliumok írják, hogy Jézus Urunktól tudjuk, ahogy Jézus mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez a szálló ige, ez Jézustól való. És ez is így igaz, hogyha valaki jó szívvel ad a másiknak, akkor legalább annyira ő is boldog, mint aki kapta. Mire tanít bennünket ez az ellesett pillanat? Hát éppen erre, hogy legyünk adakozó lelkűek életünkkel, időnkkel. Mert az élet olyan, mint egy vérzés, szüntelen. Akár akarjuk, akár nem, elfolyik az életünk. Egy bizonyos kortól kezdve már tudja is az ember, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat. De nem mindegy, hogy mire múlt el az életünk. Ezért, ha egyszer így áll a dolog, hogy így is, úgy is elfolyik, akkor jóra pazaroljuk, jóra adjuk. Hát a mai evangélium özvegy asszonya erre tanítson bennünket. Amen.